hajam is áll valahogy. Oké. Okay. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a július havi összegzés lesz. Előtte egy kicsit, nem tudom, hogy augusztusban hogy fognak alakulni a videók, mert sok mindent kéne csinálni, meg sűrű program is lesz augusztusban, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy menni fog a heti kettő, vagy hogy lesz, vagy mint lesz, mert jelenleg kicsit úgy érzem, hogy van egy csomó dolgom, meg egy csomó programom, tudom, hogy kéne csinálni a dolgokat, meg tudom, hogy lesznek, és így be kéne ütemezni minden, de igazából a végére van ez az eset, amikor annyi dolga van az embernek, hogy a végére annyi dolga van az embernek, hogy és így nem tudja eldönteni, hogy melyiket csinálja, és a végén nem csinál semmit. És most úgy érzem, hogy ez lesz. Majd igyekszem, de inkább nem ígérek semmit így augusztusra, mert ez most tényleg hektikus lesz így, ahogy érzem. Ezt akartam talán csak mondani most. Oké, okay. Szóval vágjunk bele. Júliusban 5 darab könyvet sikerült elolvasnom. Viszonylag hosszúakat, szóval teljesen büszke vagyok most is magamra. Jó is ez így, mert majd szeptembertől megint visszaesik az olvasási szám valószínűleg, úgyhogy nézzük, mik voltak a könyvek, amiket júliusban olvastam. Július, igen, oké. Okay. A legeslegelső könyv, amit technikailag június végén kezdtem el, de júliusban fejeztem be, az Natasha Nyeng, igen, nem vagyok benne biztos, hogy kell kimondani az írónő nevét. Szóval tőle volt a Girls of Paper and Fire, és ez a BookTube könyvklub havi egyik könyve volt, amit én olvastam, és ezért is olvastam részben, meg amúgy is kíváncsi voltam rá. Erről volt egy közös live-unk Andival és Borkával, azt ide be is fogom linkelni, illetőleg a leírásba be fogok tenni lejátszási listát, amin a többi BookTube-os, könyvklubos, közös olvasás kibeszélő live-ja is ott van. Szóval, hogyha valakit valamelyik könyvkibeszélő érdekelne, akkor az ott megtalálja. És akkor nagyon röviden, csak ez egy Young Adult Fantasy LMBTQ pluszos elemekkel, mert ez volt a havi témánk. Ebben a világban a királynak minden évben 8 lányt kiválasztanak, akiket elvisznek hozzá, és hogy őt szórakoztassák, mondjuk így. És ebben az évben van egy 9. lány is, Lej, akit lényegében elrabolnak, mert hát ő nem önszentában megy, és akkor őt is odaviszik, és ott megismerkedik az udvari élettel, és ott történnek dolgok, és természetesen Young Adult Fantasy LMBTQ szálakkal, szóval egy szerelmi szál is fűződik az egészbe, körülbelül ez a felépítés. Egyébként elég megrázó maga a könyv, mert komoly témákat is feszeget, és emiatt kicsit nehézkesen is olvastam, tehát hogy nagyon sokszor így kicsit a feminista énem az így fölé lett, és így le kellett csillapítani, mert tényleg komoly gyomor kellett egy-két jelenethez benne. De igen, ott a live kibeszélő, az elején spoilermentesek vagyunk, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni, amikor pedig átmegyünk spoileresbe, akkor tudni fogjátok, mert elmondjuk. Oké, okay, szóval ez volt az első könyv. Másodiknak végre valahára befejeztem azt a könyvet, ami körülbelül 2 éve mindig mondom, hogy el fogom olvasni, kéne már nagyon. Ez pedig Celestinktől a Kis tüzek mindenütt. Sikerült, megcsináltam, elolvastam. Tetszett maga a könyv. De én továbbra is azt mondom, hogy az, amit sohasem mondtam el, nekem jobb volt. Szerintem ez körülbelül egyébként valahogy úgy nézhet ki, hogy amelyiket a 2 könyv közül valaki előbb olvassa, az fog neki jobban tetszeni, mert valamilyen szinten az írónő könyvei kicsit hasonlítanak egymásra valamilyen szinten, tehát nálunk a családban mindenki az, amit sohasem mondtam el, tehát olvasta először, szóval nálunk mindenkinek azt tetszik előbb, vagy azt tetszik jobban, na, tudok beszélni. És nem tudom, apa mondta talán, hogy ez már kicsit így mesterkértnek tűnt neki. Én ezt annyira nem mondanám, de mindent összevetve nekem az jobb volt és nagyobbat ütött, mint ez. Maga a sztori az, hogy van ez a kisváros, ami nagyon szabályszerű, és ott van az egyik család, akit követünk, és akkor egy egyedülálló anyuka oda költözik a lányával, és ő nagyon nem illik bele abba a szabályrendszerbe, és nagyon nem szabályok szerint él, és nagyon más, mint az ottaniak, és akkor így a két család élete, ahogy összefűződik, ezt követjük nyomon. És azért is akartam elolvasni, hogy megnézhessem belőle a nemrég készült sorozatot, és 3,5 rész után azt mondtam, hogy én ezt nem bírom. Túlnyomó részben azért nem,
tetszett, és azért nem bírom folytatni, mert egyrészt egy órásak a részek, szóval elég tömény, másrészt a két fő nőkaraktert, a két anyukát úgy kiforgatták magukból, főleg Miát, hogy egyszerűen a gyomrom nem vette be, tehát hogy Miát kifejezetten rüheltem a sorozatban az alatt a három rész alatt, amit hajlandó voltam megnézni. Anyáik befejezték, azt mondták, hogy így elment. Nem tudom, hogy beáldozom-e majd magam, vagy esetleg csak az utolsó részt megnézem, hogy a, mert annak tudom, hogy a végét így kicsit tovább vitték, de hogy így ennyit, tehát nem bírtam. Nem bírtam végignézni, mint a 8 részt. Így is 3,5 óra elment az életemből rá, nem akartam 8-at eltölteni vele. Igen, annyi még így gyors a végére, hogy nekem a vége kicsit, magának a könyvnek a vége az kicsit ilyen befejezetlen volt. Egy gondolom benne van az is, hogy a fantáziája, az olvasó fantáziájára van bízva, hogy fejezi be, de hogy nekem az úgy még hiányzott, hogy tényleg a maga az írónő befejezze, így elmagyarázza, hogy utána mi történt, ilyesmi. Amúgy 4 csillagos lett ez is, meg az előző könyv is. A következő könyvet azt az Álomgyár kiadótól kaptam, amit még egyszer köszönök szépen, ez pedig a Barátnak tartalak volt. Ez az egyik, amit kaptam, és ezt most el is olvastam már, Abby Jimenez-től. Ennek a története az, hogy van a főszereplő nőnk, névpuska, Krisztán, és van Josh, a pasi. Josh, igen. Mind a kettőjüknek a legjobb barátja házasodik egymással, és ők a tanúk, és így találkoznak, és egymásba kabajodnak. A problémát azt jelenti, hogy Krisztánnek nem lehet gyereke, Josh meg nagy családot akar, és ebből vannak így bonyodalmak, és egyébként ez egy teljesen jó könyv volt, és nem annyira az én műfajom, de nagyon-nagyon élveztem, meg vicces volt, tényleg nagyon jó poénokat sütöttek benne, Jézusom, de hangosan ment a busz. Az egyetlen probléma az volt, hogy nyilván jó volt, hogy azért ugye ezt a meddőségi dolgot, ezt így komolyabban is taglalta a könyv, de a végén ez az egész probléma, ami így a kettőjük közé állt végig, ez a nem lehet gyereke, a másik meg nagy családot akar. Spoiler, a könyv háromnegyedéig nem is tudja a csávó, hogy a csajnak nem lehet ugye gyereke. Utána meg tök könnyen túllendül az egész témán, és azt mondja, hogy jó, mindegy, akkor is a nőt akarja, szóval utána, amikor ez már így kiderült, és utána is még hosszú-hosszú oldalakon keresztül ezen a csaj drámázott, és az már ott nagyon idegesítő volt, és nagyon felesleges feszültségkeltés, úgyhogy emiatt egy kicsit a vége elrontotta az olvasási élményt. Ja, és hát könnyen ki lehetett találni, szintén kint marad a spoilerjelzés, tehát hogy a nőnek nem lehet gyereke, ugye? De hogy olyan szuper pasi van benne, mert az ilyen könyvekben mindig olyan szuper pasi van, hogy jól néz ki, ki van gyúrva, kedves, érzelmes, mit tud, egyenes, fehér fogak, minden, a recept kész, ilyen pasi van benne, plusz ami ilyen romantikus, féldigmeti, erotikus könyvekben még jellemző, hogy minden nagy. Szóval ugye ez minden megvolt benne, és természetesen ennek a vége az, hogy a csajnak mégiscsak lesz egy gyereke a végén. Szóval, wow, mindenki meglepődött, remélem, mert én nem, tehát ezt annyira érezni lehetett, hogy ez lesz a könyv vége. De egyébként jó volt, mondom, tényleg csak az a húzavona, ami tök felesleges volt ott a vége felé, az volt olyan, hogy jó, essünk ezen túl, a csávó ugyanúgy téged akar, úgyhogy nincs probléma, essünk már túl rajta, szóval ennyi. Egyébként meg 2 nap alatt bedaráltam a könyvet. A negyedik könyv, amit a hónapban olvastam, az kicsit nyelősen ment. Ezt a Jaffa kiadótól kaptam, amit szintén nagyon szépen köszönök. Ez pedig Bauer Barbarától a Fényfestő volt. Ez egy ilyen történelmi, romantikus fikció. Magyarországon játszódik javarészt. A sztori az, hogy Cecil hazajön Magyarországra, mert itt így keresi önmagát, meg a művészetében így a lényeget, és itt találkozik Endrével, az építésszel, és akkor ők így barátkoznak, meg romantikus történelmi fikció, szóval vajon mi történik? Csak hogy mindeközben így fedezzük fel a múltat is, mert Cecilnek így nem nagyon van meg, hogy mi történt régebben. Ami problémám volt ezzel a könyvvel, az volt, hogy 300 oldal talán pont, és körülbelül 20 oldal után tudod, hogy mi lesz a vége. De tehát ez nem vicc, 20 oldal után tudod, mi lesz a vége. Jó, legyen 50. Annyira egyértelmű, nem fogom elmondani, hogy mi az, meg miért, most erről nem akarok külön spoilerezni, de hogy tényleg odaér az ember a második fejezethez, és egyből, de azonnal tudja, mi a vége. És csak az volt idegesítő, hogy utána a következő
250 oldalon keresztül úgy kellett tenned, mintha nem tudnád, hogy mi lesz a vége. És emiatt rettenetesen untam a könyvet. Ugye a 150. oldalig úgy el voltam, csak az a második 150 oldalnál már úgy voltam, hogy haladjunk, mert tudom, mi lesz itt, már az egész sztorit kitettet, meg se lepődtem, kicsit se a végén, és nagyon sokáig tartott ez a könyv. És nem kellett volna ilyen sokáig tartania, még úgyis, hogy tudtam, hogy mi lesz. A közepénél ott még érdekes volt, hogy még így a múltat így fedezgettük fel, hogy pontosan mint történtek a dolgok. De nem volt elég izgalmas, hogy lekössön, tehát így fölvettem, letettem, mert tudtam tényleg, hogy mi lesz, és emiatt már nem érdekelt egy idő után a sztori meg, hogy mit csinálnak ott egymással a szereplők, mert mondom, jó, jöjjetek már rá a dologra, és haladjunk. Szóval ez volt a problémám. Mondjuk egy 100 oldallal rövidebb a könyv, akkor azt mondom, hogy egy 4 csillagot is kaphatott volna. De így csak 3-at adtam neki, azt hiszem. És az utolsó könyv, amit a hónapban olvastam, az egy kicsit picikép könyv, ez pedig Petra Hulovától, talán azt hiszem azt írta valaki, hogy az hosszú úton kell ejteni. A Mostoha sors, ez meg Galaktika kiadótól kapott könyvem, és erről csináltam is egy Barangolás Európában részt, ez volt a legutóbbi videóm ezelőtt, úgyhogy ezt megnézhetitek, kicsit jobban kivesézem. Lényegében ez egy szépirodalmi fű, ami az alkoholizmusról szól, és arról, hogy ez így hogyan építi le az embert, legalábbis így ez látszódik a történetben. Egyébként jó volt, és nem olvasok nagyon szép irodalmat, de ezt nagyon is élveztem. Tömény volt, nehéz volt, de jó. De tényleg ott a Barangolás Európában rész, és rövid is lett, úgyhogy azt nézzétek meg, ha jobban érdekel így a sztori. Ezt az 5 könyvet végeztem ki így a júliusi hónapban. Kommentben pedig szokásos módon hagyjátok lent, hogy ti milyen könyveket olvastatok el a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!